kicsit olyan, mint egy lenyomat az ember életéről. Tehát, hogy éppen mit gondolnak. Voltak rosszabb időszakok az életemben, amikor egy kicsit azért a lapok több szenzáció volt benne, mint amennyi a valóság. De azt gondolom, hogy a sztori mindig, legalábbis a nagy részében nekem az volt a tapasztalatom, hogy hiteles próbál maradni. Kicsit talán túlságosan néha negédes. Nekem volt benne egy ilyen, hogy olyan túl rózsaszín, ami rólam kialakult, de azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy van egy lap, ami tényleg szinte a kezdetek óta egy létező dolog. Ma minden eltűnik, elpárolog, úgyhogy ez egy nagy dolog szerintem, hogy valami a mai napig egy fontos dolog az emberek életében. Mindenki olvassa. Csak valaki bevallja, valaki meg nem vallja be. És valaki hazaviszi, és akkor mondom, otthon a férje meg a gyerek azért csak átlapozza, csak belenéz. Szóval szerintem azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy lap ilyen sok évet érjen meg, ahhoz kell egy hitelesség. Tehát ahhoz kell, hogy megőrizzék azt, amit sokan nem tudnak, hogy nem szabad elhajlani, és nem szabad a szélsőségeket mindenáron, hanem fontos, hogy azért az legyen, ami a valóság.